Képviselőasszony, parancsoljon. Európai képviselőként, hanem Magyarországon megválasztott európai parlamenti képviselőként. Én ugyanis attól vagyok európai, hogy magyarnak születtem. Engedelmükkel nem európaiságból kívánok önöknek leckét adni, hanem a napirenden szereplő, a hazánkat súlyosan érintő kérdésről fogok állást foglalni. Nem kell önöket meggyőznöm arról, hogy a helyzet Európában drámai, és még nem értünk a válság végére. A gazdasági teljesítmény idén átlagosan 8,3%-kal csökken, de több tagállamban a visszaesés kétszámjegyű lesz. Magyarországon a hatékony járványkezelésnek és gyors gazdasági intézkedéseknek köszönhetően a bizottság előrejelzése szerint a GDP kevésbé fog csökkenni, és jövőre már 6%-os gazdasági növekedésre számíthatunk. A baj tehát tőlünk nyugatra nagyobb, mint nálunk. Brüsszel a közös 7 éves költségvetésen túl egy kölcsönökből fedezett 750 milliárd eurós eszközzel hozná mozgásba Európát. Láttunk már ilyet Magyarországon. Megmentés, kisegítés, eladósodás. A tapasztalataink nem túl pozitívak erről. Azt hiszem, a baloldali képviselők erről bőven tudnak mesélni, hogy ezt hogy csinálták annak idején, és milyen sokan és mennyi ideig a magyar polgárok viselték ennek a negatív következményeit. A célban, hogy talpra kell állítani az Európai Unió gazdaságát, egyetértünk. Jó lenne mihamarabb megállapodni, de nem minden áron. Igazságtalanságokra ugyanis nem építhetjük a következő 7 évünket. A pénzelosztás mechanizmusánál figyelembe kell venni a tagállami sajátosságokat. Politikailag pártatlan mércével kell mérni, és a logikája az elosztásnak semmiképpen sem alapulhat igazságtalanságok sorozatán. Melyek azok a javaslatba kódolt igazságtalanságok, amelyekre gondolok? Hadd nevezzek meg hármat. Az első, hogy a mostani elképzelés alapján a Brüsszel által szabott feltételek mentén találják meg helyüket azokban a kérdésekben, hogy most ki mennyit, mikor kaphat meg, megfelelően teljesítette. Ezt pedig az úgynevezett európai szemeszterbe ágyaznák, ami annak idején, magyar elnökség alatt született, arra szolgált, hogy a tagállamok gazdaságpolitikáját koordinálják. A néppártban én vagyok a témának a felelőse, és több súlyos problémát látok ezzel az eszközzel. Ugyanis nem képes objektíven mérni. Az évek során politikai nyomásra egyre több olyan témát tettek bele, amik egyáltalán nem illeszkedik a gazdaságpolitikai koordinációba. Álljon itt egy szám. A tagállamok nem tudnak vele azonosulni, hiszen csak 40%-át hajtották végre ezeknek az ajánlásoknak. Az teljesen természetes, hogy az uniós pénzt hatékonyan és felelősen kell elkölteni. De Európát nem lehet központi vezérléssel irányítani. Nem vezet jóra, ha a tagállami sajátosságokat figyelmen kívül hagyjuk. A válságból való kilábalás csak a valós tagállami igényekre adott egyedi válaszsal lehetséges. A bizottságnak iránymutatást kell adnia, nem diktátumot. Emlékezzünk vissza, mi történt a magyar közmunkával. A bizottság kritizálta, aztán kicsit halványabb lett és halkabb a kritika, majd pedig eltűnt, mert bevált a program. A második probléma, amelyet látok ebben az elosztási mechanizmusban, hogy olyan kritériumokat szabtak meg, amelyek alapján a nagy bajban levő déli országokat tudják megsegíteni. Tudják, melyek ezek a kritériumok? Népesség, a 2019-es relatív gazdasági fejlettség és a 2015-19 közötti munkanélküliség. Kérdezem, hogy ezeknek a kritériumoknak mi közük van a COVID-járvány okozta válsághoz. Ez pedig komoly erkölcsi kockázatot hordoz. Ez nem más, mint a jog büntetése és a reformot eddig elodázóknak a jutalmazása. Magyarország az elmúlt években a polgárok tudatos munkájának és a kormány intézkedésének köszönhetően kiemelkedő gazdasági teljesítményt ért el. A járvány is stabil növekedési pályán érte hazánkat, ennek köszönhető, hogy kisebb a visszaesés. A források elosztásában tehát nem szabad büntetni azokat, akik elvégezték a házi feladatot, felelősségteljes gazdaságpolitikát folytattak, eredményesen kezelték a válságot, mint például a visegrádi négyek. Harmadik igazságtalansági probléma, hogy
A szegényekkel akarják megfinanszíroztatni a gazdagabbak problémáit. Ez hamis szolidaritás, ráadásul teljesen ellentétes az alapító szerződésekkel. Azért ne adósodjunk el, tisztelt képviselőtársaim, hogy a spanyol szélső baloldali kormány munkanélküli alapjövedelmet fizettethessen mindenkinek. Néhány szám, amivel érzékeltetném az igazságtalanságot. A válságkezelési eszköz teljes keretének 50%-a az öt déli országnak jutna. Ezek a tagállamok az unió fejlettségének 82%-án állnak. Eközben a felzárkózásban még hátrébb tartó, hiszen sokkal később induló 12 zömében keletkező európai ország részesedése 25%. Vagyis a régiónak fele annyi forrás szavaznának meg, mint a jóval fejlettebb délieknek. Tisztelt képviselőtársaim! Az azonos helyzetben lévő tagállamoknak azonos elbánásban kell részesülniük. A gazdagabb tagállamok polgárai nem kaphatnak több támogatást, mint a szegényeké. Széles fejlettségbeli szakadékkal, a tagállamok között pedig nem lehet egy erős versenyképes Európát építenünk, már pedig a globális versenyfutásban nélkülözhetetlen, hogy Európa újra versenyképes legyen. Ezért azt kérném a most már alig jelenlévő tisztelt ellenzéki képviselőktől, hogy tegyék félre a pártpolitikai játszmáikat. Álljanak ki Magyarország érdekeiért, a demokráciáért, hiszen az, hogy a nemzeti parlamenteknek szava legyen az uniós döntéshozatalban, az a demokrácia legfontosabb eszköze a mostani témánkban, és a józanész mellett. Támogassák, hogy a kormányfő világos mandátum birtokában vehessen részt, és járhasson el az Európai Tanácsülésen. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő asszony.